kell tanítanunk a kölyök kutyáknak egészen a hazaérkezéstől felnőtt korig. Ezt fogjuk most átvenni. Az első ilyen szakasz a megérkezés időszaka, amikor átlagban 8 hetes a kiskutya, amikor hozzánk érkezik. Tehát nézzük 8 hetes kortól, miket kell tudnia a kiskutyának. A kölyök kutyának már meg kell tanulnia a nem és a fúj tiltó szavakat ahhoz, hogy kellemes legyen vele együtt az élet. A legfontosabb feladataink az egyedülléthez szoktatás, a box tréning, hogyha hozzá szeretnénk szoktatni, hogy boxban legyen a kiskutyánk, ugyanis szállításhoz ez elengedhetetlen, és a szobatisztasághoz való szoktatás. Az egyedülléthez szoktatás és a boxhoz szoktatás legyen nagyon fokozatos. Használhatunk jutalomfalatot is eleinte, főleg, ha boxról vagy szobakennelről van szó. Ha hirtelen hosszabb időre hagyjuk magára a kiskutyát, amit még nem tud feldolgozni, akkor szeparációs szorongás alakulhat ki, tehát nagyon lényeges a fokozatos és következetes szoktatás. A kölyökkorban a leglényegesebb a szocializáció. A szocializáció alatt értjük azt, hogy hozzászoktatjuk különböző ingerekhez a kutyát. Ezek az ingerek lehetnek hangok, lehetnek különböző felületek, amin sétál a kutya, hogy megismerje a környezetét, hogy minél könnyebben tudjon a környezetében eligazodni. Ebben a korszakban szoktatjuk hozzá a fésüléshez, karomvágáshoz, tehát mindenféle kozmetikai beavatkozáshoz. Hozzászoktatjuk ahhoz, hogy mondjuk állatorvoshoz el tudjunk menni vele, elvihetjük rögtön egy ilyen beszoktató állatorvosi kezelése vagy vizsgálatra. Ott jó, ha viszünk magunkkal ilyenkor jutalomfalatot, hogy tudjuk jutalmazni a kiskutyát. Ugyanez vonatkozik a kozmetikára is. Tehát, hogyha olyan kutyánk van, aki egészen életén át hosszantartó kozmetikázásra szorul, tehát rendszeres kozmetikázásra szorul, jó, ha elvisszük egy beszoktató kozmetikára. A kiskutya napi rutinjához kezdetben a fésülés is hozzátartozik, ugyanis ehhez a művelethez is hozzá kell szoktatnunk, ha azt szeretnénk, hogy nyugodtan viselje az ápolást. Legyünk nagyon óvatosak a kefékkel, fésükkel, hogy ne okozzunk fájdalmat kutyánknak, mert annál nehezebben tudjuk majd hozzászoktatni a művelethez, minél kellemetlenebb a számára. Használjunk közben jutalomfalatot, de a jutalmat igyekezzünk akkor adni, amikor a kiskutya jól viselte az adott fésülést. Ne feledjük, hogy a kutya folyamatosan tanul. Ha pont akkor dicsérjük és jutalmazzuk, amikor épp nehezen viseli a fésülést, akkor abból azt tanulja, hogy ez a kívánt viselkedés. A karomvágást fontos, hogy szakemberre bízzuk, ha mi még nem tanultuk meg, hogyan kell végrehajtani. Azonban elkezdhetjük már kölyökkorban hozzászoktatni a művelethez úgy a kutyánkat, hogy felemeljük a lábait egyenként, megfogjuk az ujjakat, megvizsgáljuk a karmokat. Ilyenkor is jutalmazzuk kutyánkat, hogy kellemes legyen számára ez a szoktatás. A tudatos tanításhoz az is hozzátartozik, hogy kutyánk fogait rendszeresen ellenőrizzük. Ehhez szintén a kölyökkorban történő tanítás a legideálisabb. Legyünk türelmesek, nyugodtak, mert kutyánk nem tudja, hogy mit miért csinálunk, és sok esetben kellemetlenek lehetnek számára a kezdetek. Szintén ebben a korszakban tanítjuk meg a kutyának, hogy viselje a nyakkörvet, hogy pórázon tudjuk őt vezetni. Ezt nagyon sokan elhanyagolják, mert azt gondolják, hogy amíg nem viszik sétálni, tehát amíg meg nincsenek azok az oltások, hogy ki tudjuk vinni a kutyát, addig sokan még nem használják mondjuk a pórászt, nem raknak a kutyára nyakörvet, de sajnos, hogyha ebben a korszakban ez kimarad, sokkal nehezebb dolgunk lesz akkor, amikor ki szeretnénk menni vele sétálni. Milyen feladatokat tudunk megtanítani a kutyának ebben az időszakban? Ahhoz, hogy kutyánk leüljön, emeljük a feje fölé a jutalomfalatos kezünket lassan, közel tartva az orrához. Minél jobban rá tud csatlakozni a jutalomfalatra, annál könnyebben fogjuk tudni irányítani a mozgását. A csatlakozás alatt azt értem, hogy kedvencünk ne csak tekintetével kövesse a jutalomfalatot, hanem orra folyamatosan érintse kezünket, amelyben a jutalomfalatot tartjuk. Törekedjünk a pontos megerősítésre, azaz akkor dicsérjünk, klikkeljünk, ha a feneke és a mellső lábai is a földön vannak. Ha mégis hibázunk és rosszkor klikkelünk, a kutya azt fogja hinni, hogy amit éppen csinált, vagy ahogy a feladatot végrehajtotta, az úgy volt jó nekünk, hiszen megerősítettük és jutalomfalatot is adtunk érte. De ne aggódjunk, egy-egy hiba úgymond belefér, hiszen sokszori ismétléssel tanul csak a kutya. A fektetést ülő helyzetből kezdjük, tehát akkor, amikor kutyánkat már le tudjuk ültetni jutalomfalatos kézzel, vagy üres kézzel vezetve. Fogjunk egy jutalomfalatot a kezünkbe úgy, hogy rá tudjon csatlakozni az orrával, majd lassan húzzuk a talaj felé a kezünket. Ha lehet, ne távolodjon el a kutya orra a kezünktől, mert megállhat félúton, hiszen nem tudja még, hogy mit szeretnénk tőle kérni.
Amikor a kutya könyöke is lent van a földön, akkor dicsérhetjük és jutalmazhatjuk. Szintén ültetésből állítás. Indulunk, ahogy a fektetés tanításánál. Most viszont egyenesen, viszintesen vezetjük meg a kutyát jutalomfalattal a fejvonalától addig, míg meg nem történik a felállás. Ha magasabban tartjuk a kezünket, vagy felfelé visszük, akkor a kutya feneke a talajon marad, ha pedig lefelé vezetjük, a kutya belefekszik a feladatba. Fontos tehát, hogy megtaláljuk a megfelelő magasságot a kezdéshez, ami a kutya természetes fejmagassága lesz. Arra figyeljünk, hogy ne lépkedjen a kutya előre, mert ez esetben nem a felállással fogja összekötni a feladatot. Igyekezzünk a kezünkkel megállítani, ahogy megtörtént a felállás. Az engedelmes feladatoknál az ültetés, fektetés és állítás mellett taníthatunk a kutyáknak kézfókuszt, ül. Szuper! Taníthatunk pacsit. Szuper! Illetve testkerülést, forgásokat, lábszlalomot, tehát ezek már mind mehetnek ebben a korban. A kézfókusz az egyik első koncentrációs gyakorlat, amit végezhetünk kutyánkkal. Ha már ügyesen végre tudta hajtani az ülést, a fekvést és a felállást, akkor összeköthetjük ezeket a feladatokat a kézfókusszal. Ez úgy történik, hogy amint belevittük a kutyát ebbe a pozícióba, elvesszük a jutalomfalatot tartó kezünket az orra elől 10-15 cm-re, és akkor dicsérjük, jutalmazzuk, amikor nyugodtan tartva a pozíciót, a kezünket nézi 1-2 másodpercig. A kézfókuszos koncentráció a magasabb energiaszintű, pörgős, izgálva kutyáknak a leghasznosabb. Sokan csak egy szimpla trükknek gondolják a pacsiadást, de amellett, hogy vendégszórakoztató, még a kozmetikázásnál, karombágásnál, vagy az állatorvosnál is hasznos lehet, ha a kutya a kezünkbe tudja adni vezényszóra a lábát. Érdemes tehát megtanítanunk már kölyökkorban ezt a feladatot. A forgás mindkét irányba az egyik legegyszerűbb trükk, amit egy kölyök kutyának taníthatunk. Jutalomfalattal vezetve hamar rájönnek, hogy csak az a feladat, hogy kövessék a kezünket. Mozgás közben klikkeljünk vagy dicsérjük a kutyát, és amikor visszatért a forgásból, akkor jutalmazzuk. Érdemes mindkét irányt megtanítani, hogy a kutya jobb és bal oldalát egyformán terheljük, ezért külön vezényszót kössünk a két irányhoz. A két vezényszó lehet a fordul és a pörög. Pörög, pörög, nagyon ügyes vagy! A feladatok közé tartozik, hogy meg tudja mondjuk kerülni a testünket, hogy be tudjuk vezetni a lábunk közé. Ez azért is jó, hogy ne féljen az emberi lábtól. Ez szintén az ingerekhez való szoktatáshoz tartozik. A gazdi kerülése történhet úgy, hogy megállítjuk a kutyánkat a lábunk mellett, amivel már a lábhoz feladatot tanítjuk. De történhet úgy is, hogy lazán magunk elé irányítjuk a kutyát, ami később egy trükk kombináció is lehet, ha egymás után több kerülést végzünk. Ezt a feladatot felhasználhatjuk frisbee vagy labdadobás előtt is, hogy irányba állíthassuk a kutyát, mielőtt eldobjuk a játékot. Nos, már mehetnek az engedelmes feladatok, mint ültetés, fektetés, állítás, természetesen jutalomfalattal, nagyon játékosan, mehet a közös játék, mehet a húzakodós játék, az, hogy megpróbálunk eldobni egy játékot, és megnézzük azt, hogy fut-e utána a kutya. A játék visszahozása, vagyis az apportírozás már babakorban megtörténhet, ha nagyon zsákmányos a kutyánk. Ez azt jelenti, hogy szereti cipelni, elhurcolni a játékokat. Ilyenkor könnyebb dolgunk van, mert játékváltással el tudjuk kérni tőle a nála lévő játékot, vagy becseréljük egy ízletes jutalomfalatra. Nehezebb a dolgunk a nem zsákmányos vagy apportos kutyákkal, nekik meg kell tanítanunk azt is, hogy szívesen a szájukba vegyék és tartsák a játékokat. Ez történhet húzakodós játékokkal, amikkel emelhetjük a zsákmányszerző ösztünüket. Ezekkel a húzakodós játékokkal a fogd és erezzet is meg tudjuk tanítani kutyánknak, illetve a hozd parancsot. Később pedig lecserélhetjük labdára, és azt is megtaníthatjuk jutalomfalattal a kedvencünknek, hogy a kezünkbe adja a labdát. Aj, de szép volt! Szuper ügyes voltál! A lényeg az, hogy legyünk mindig izgalmasabbak, mint a kutya környezete. Ezt a későbbiek során is használni fogjuk, illetve a későbbiek során is ezen lesz majd a hangsúly, hiszen jön majd a kamaszkor, amikor a kutya kinyílik és sokkal inkább foglalkozik a környezetével, de nekünk ezt felül kell írni, tehát mindenképpen érdekesebbé kell válnunk, mint a környezete. Izgalmasabbá úgy tudunk válni, ha felülírjuk azt a külső ingert, ami a kutyát az adott helyzetben érdekli. Lehetünk játékosabbak, gyorsabbak, aktívabbak, legyen nálunk extra finom jutalomfalat és izgalmas játék. Ezek együttese tesz minket vonzóbbá a kutya számára a környezeténél.
A kapcsolatot erősíthetjük a napi tréningekkel és közös játékkal, illetve azzal, hogy mi jelentjük a kutyánk számára az örömforrást. Tehát például több értékes és tartalmas időt tölt velünk együtt, mint más kutyák társaságában.